Bemutatta a riói olimpiáról és az arra való felkészülésről készített jelentését a Magyar Olimpiai Bizottság, és bár az éremtáblázaton szép helyezést ért el az ország, azért a felhasznált pénzekhez és a várakozásokhoz képest maradtak megválaszolandó kérdések. Siklós Erik szóvivő a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önök ezt a jelentést nemrég adták át az emberi erőforrásokat felügyelő miniszternek, Balog Zoltánnak, és hogyha jól lehetett tudni a sajtóból, akkor erről tegnap már a kormányülésen is beszéltek. Ön rendelkezik információval, hogy ott mi hangzott el, mi történt, milyen megközelítésben foglalkozik ezzel a kormány? Mindenek előtt jól lenne egy félreértést tisztázni, tehát mert ez nem a riói olimpiáról szóló jelentés, amit hétfőn, amikor Balog miniszter úr a Magyar Olimpiai Bizottságba látogatott Borkai Zsolt MOB-elnök meghívására, akkor átadta neki a MOB-elnöke. Ez rosszul jelent meg a sajtóban? Igen, ez rosszul jelent meg a sajtóban. Ez a Magyar Olimpiai Bizottság elmúlt 4 évének a teljes munkáját hivatott bemutatni. De az elmúlt 4 év az a riói felkészülés? Nem. Részben, ez egy 10 fejezetből álló dokumentum, vagy egy könyv, több mint 140 oldalon. Ami ugye a 2000-es évek elején volt olyan, amikor egy olimpia előtt azzal minősítették a MOB-ot, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság már csak egy utazási iroda. Ehhez képest, ez akkor sem volt igaz természetesen, de ehhez képest óriási változás történt 2012-ben, amikor a sporttörvény módosításával gyakorlatilag a magyar sport első számú szervezetévé tették a Magyar Olimpiai Bizottságot. Ez a ciklus zárult le most a riói olimpiával, és erről készített egy jelentést a Magyar Olimpiai Bizottság, bemutatva az összes hozzá rendelt tagozatnak, szervezetnek az elmúlt 4 évi munkáját. Ugye mindenki és mindig általában az olimpia van fókuszban, tehát nyilvánvaló, hogy az érdekli inkább az embereket, és a kiemelt sportág fejlesztés az elsősorban az olimpiai sportágokra koncentrál, hiszen 16 a 28 olimpiai sportágból 16 olimpiai sportág van benne a kiemelt sportág fejlesztésben. Ez a program 2013-ban indult, de azt mi már az elmúlt 2 évben is rendszeresen hangsúlyoztuk, hogy ennek az eredményeit még korai lenne a riói olimpián várni, hiszen itt elsősorban az adott sportágban a bázisnak a szélesítéséről, az utánpótlásnak a neveléséről volt szó, mert azt látni kell, hogy a magyar sport 25 évvel ezelőtt a rendszerváltásnak az egyik nagy vesztese volt, hosszú éveken át, akár azt is mondhatnám, hogy évtizedeken át teljesen alulfinanszírozott volt, és azokat a lemaradásokat nem lehet 3-4 év alatt behozni. Tehát most arról adtunk egy képet, hogy az a munka, ami elindult 2012-ben, az milyen tapasztalatokkal szolgált, hol tartanak. Nyilvánvaló, hogy van egy fejezet, ami már az olimpiáról szól, de abban a fejezetben is beírtuk, hogy a részletes olimpiai beszámoló az még folyamatban van, hiszen a sportági szakszövetségek szeptember 30-áig kellett, hogy leadják a saját jelentésüket, és az egészül majd ki a MOB sportigazgatóságának a jelentésében. Bármi is történt a korábbi évtizedekben, az biztos, hogy az elmúlt években hihetetlen mennyiségű pénz került hirtelen a sportba. Ez Balog Zoltán is elmondta a jelentés átvételének kapcsán, hogy soha ennyi pénz nem volt benne, stratégiai ágazat lett a sport. Azt is elmondta, hogy hatékonyabbá kell tenni az irányítást, tehát ez már egyfajta kritikaként érezhető önökkel szemben. A sajtóban az önök jelentését is úgy kommentálták, hogy ez az önök bújáról, bánatáról, problémáiról szól elsősorban. És hát bármit is gondolunk a hosszú távú reményekről, azért azt mindenképpen a kiértékelés egy szempontjának lehet tekinteni, hogy most erre az olimpiára az egyes szakágak milyen eredményeket vállaltak be, a helyzet, a korábbi gondok, a jelenlegi sportolói teljesítmények ismeretében, és hogy ehhez képest mekkora szakadék van, és az önök jelentésében látszik nagyon világosan, mert hogy erre a grafikonokat is csináltak, aközött, amit mindenki bemert vállalni előre, aranyérmek esőjét és így tovább, és aközött, ami ebből valójában teljesült, de látszik, hogy feltehetően a bevállalások voltak sok esetben teljesen indokolatlan. Így van, de szerintem ezt azért nehéz a Magyar Olimpiai Bizottságon számon kérni. Tehát mi most gyakorlatilag egy tükröt tártunk a magyar sport elé azzal, hogy abszolút transzparensen mindenki számára, tehát még a sport iránt annyira nem érdeklődők számára is ezekből a grafikonokból tisztán látszik az, hogy ki mit vállalt, de jó néhány ilyen grafikon van, tehát elég sok mindent sikerült szerintem bemutatni, és tény és való, tehát ezen nincs mit vitatkozni, ez a mi jelentésünkből derül ki az, amit most idézett. Tehát erről kell most vitatkozni. Akkor ezt el lehet mondani, hogy egy elég szomorú képet adtak ezzel az áttekintéssel, és elég sok problémára hívják fel a figyelmet. Hát szerintem a tekintetben azért az nem egy tragikus probléma, hogyha valaki túl magasra teszi a lécet magának, és utána adott esetben azt leveri.
Csak de... ugye ezeknek a bevállalásoknak szerepe van abban, hogy utána milyen forrásokat kapnak. Egyértelmű, hogy ebben most tehát ilyen 4 éves ciklusok vannak. Az előző 4 évnek a finanszírozását meghatározta a londoni olimpiai szereplés. Tehát ha csak a kiemelt edzőprogramra gondolunk, ott is egy 4 éves időszakot vesz figyelembe, hogy kikerülhet be a kiemelt edzőprogramba. Tehát akinek van egy olimpiai bajnok növendéke, vagy egy világbajnok növendéke, vagy olimpiai érmes növendéke, az mind a londoni eredmény, ami most kiesik, és mondjuk ha például öttusában, vagy birkózásban, ahol most nem született érem, ott biztos, hogy nagyon komoly következmény lesznek, például az edzőkre nézve, tehát egy más kategóriába sorolódnak át. Ugyanígy a sportág is átsorolódik egy más kategóriába, tehát a rendszer úgy van fölépítve, hogy ennek most meg kell, hogy legyen a következménye. De annak önmagában nincsen semmilyen következménye? Tehát ilyen típusú ellenőrzés és kontroll egyszerűen nincs a rendszerben, hogy valaki milyen alapon vállal be előre aranyérem, ezüstérem, bronzérem esélyeket, amikor semmilyen világversenyen nem született olyan magyar helyezés, ami... De itt azért, tehát pontosítsunk, mondjuk maradjunk az öttusánál. Tehát öttusában nem egészen 2 hónappal az olimpia előtt egy magyar versenyző egyéni világbajnoki címet nyert, és olimpiai számban, tehát ott nincs különbség a kettő között. Ugyanígy judóban és birkózásban is voltak az elmúlt, tehát ebben az olimpiai ciklusban olyan eredmények, amik reményre adtak jogot. Tehát azért a judósok folyamatosan hozták az eredményeket, birkózásban is voltak szép eredmények. Az, hogy például ebben a 3 sportágban az olimpia nem sikerült, nyilvánvaló, hogy meg kell vizsgálni ennek az okait. De konkrétan öttusában vártak 2 aranyat, ehhez képest még a pontszerző helyek is hihetetlen távolságban voltak, és ez a 2 arany, ez azután volt beígérve, hogy Londonban 1 bronzot szereztek a sportágban. Így van, de most ezeket a kérdéseket föl fogja tenni a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatósága a sportági szakszövetségnek, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy itt a sportági szakszövetségek viszik alapvetően a sportszakmai munkát. Ők is. És milyen következménye van azon kívül, hogy önök majd feltesznek kérdéseket az ilyen vállalásoknak? Semmi? Tehát bárki merhet bátran nagyot álmodni, és aztán utána majd legfeljebb beszélgetnek róla? Nem a vállalásnak van következménye, hanem a nem teljesítésnek van következménye, az független a vállalástól. Tehát, hogy elmondtam, a rendszer nem a vállalásokra építve finanszíroz egy sportágat, hanem a korábbi eredményekre. És a korábbi eredmények alapján, meg a sportágnak a múltja, ez egy ilyen mátrix rendszerű táblázat, tehát rengeteg szempontot vesz figyelembe, és ahogy most kiesnek adott esetben a londoni, vagy az elmúlt olimpiai ciklusnak a világbajnoki, európa-bajnoki helyezései, úgy változhat a finanszírozás, tehát ezt meg fogják érezni azok a sportágak. Egész biztos, amennyiben ez marad a jelenlegi rendszer. Tehát önök egyelőre csak feltárták azt, hogy itt milyen különbségek vannak, meg milyen problémák vannak, de nem végeztek még részletes elemzést arra nézve, hogy milyen okok állhatnak e mögött, hogy ez hol vannak a problémák. Pontosan így van. Tehát szeptember 30-a, tehát 6 nappal ezelőttig volt határideje valamennyi sportági szakszövetségnek, hogy leadja a saját jelentését, hiszen ott dolgoznak az edzők, a szövetségi kapitányok, ott van az adott sportághoz kapcsolódó szakmai vezetés, és azt értékeli majd ki a MOB-nak a sportigazgatósága. Az lesz az igazi riói beszámoló, vagy riói szakmai jelentés, amit majd a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése elé terjeszt a MOB elnöksége. És mit tud arról, ami tegnap a kormányülésen történt az önök jelentésével, illetve a sport helyzetével kapcsolatban? Meg lennék lepve, hogyha az már a Magyar Olimpiai Bizottságnak a jelentésével foglalkozott volna, hiszen ezt hétfőn délután 3:30-kor vette készhez Balog miniszter úr, elvitt 15 példányt, és azt mondta, hogy ezt most szét fogja osztani a kormányban. Na de ha a sajtó ennyi idő alatt képes volt értékelni, mi van ebben a jelentésben, akkor nem feltételezhetjük ezt a kormányról is? Hát de mint a példa mutatja, nem megbántva a kollégákat, azért a sajtóban sem sikerült végigolvasni az egész jelentést, tehát mert mondtam, ez 10 fejezeten át tárgyalja az elmúlt 4 évet, az 5 tagozatot, a Magyar Olimpiai Akadémiát, a Fair Play-t, a marketinget, a nemzetközi kapcsolatokat, stb. Tehát az egész olimpiai bizottság 4 éves munkájáról ad egy képet, egy beszámolót, ki lehet belőle ragadni, tehát nyilvánvaló, hogy az, aki most a sajtóban foglalkozott ezzel, az végigolvasta, végigértékelte, elemezte az olimpiai részt, mert azért ebben is van egy olimpiai rész, vagy adott esetben a kiemelt sportág fejlesztésről szóló beszámolót, és az alapján tárt valamit fel. Mint hogyha nagyon kerülné a választ arra a kérdés, hogy mit tud a tegnapi kormányülés? Hát miután én nem voltam ott. Nem is ezt kérdeztem, hogy minek ott tanulja, hanem hogy mit tud róla. Annyit tudok róla, amennyit adott esetben lehet tudni róla, tehát hogy téma volt a sportstruktúra, amiről Balog miniszter úr már tett célzásokat, tehát hogy adott esetben szó van arról, hogy
a hatékonyság növelése érdekében átalakul a magyar sportstruktúra. Hogyan körülbelül, hogyan lehet értelmezni ön szerint ezt a Balogh Zoltán által megfogalmazott iránymutatást, hogy hatékonyabbá kéne tenni? Hát én csak egy dolgot mondok példaként, tehát amikor 2012-ben elindult az új sportstruktúra, akkor az egyik fő jelszó az volt, hogy tegyük egy csatornássá a sportfinanszírozást. Mert szerintem azt helyesen ismerték föl, hogy annyiféle csatornából érkezik ugyanarra a területre pénz, hogy az úgy ellenőrizhetetlen és a hatékonyság rovására megy. És ezért született az a döntés, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül finanszírozódjon a magyar sport. Ha nagyon őszinték vagyunk, akkor ez 100%-osan nem valósult meg az elmúlt 4 évben, de meggyőződésem szerint ebben a legkevésbé a Magyar Olimpiai Bizottság a felelős. Tehát továbbra is vannak egyéb csatornák, más minisztériumok, önkormányzatok, stb., ahol még azért csordogál pénz a sportba. Ráadásul az egyik legnagyobb terület ez a kiemelt sporták fejlesztés, az is felemásan valósult meg, mert a szakmai programoknak az ellenőrzése, a számonkérése az a MOP-hoz került, de az egésznek a pénzügyi ellenőrzése pedig maradt az EMMI-nél, tehát ott sem valósult meg ez az egycsatornás rendszer. Könnyen elképzelhető, hogy most valóban megpróbálják ezt az egycsatornás rendszert valódi egycsatornás rendszeré tenni, bár abból a szempontból nagyon nehéz lesz, hogy mint említettem, önkormányzatoktól és más minisztériumoktól is érkezik olykor pénz a magyar sportba. Más téma, de friss hír, hogy rosszul áll Budapest a magyar olimpiai pályázat ügyében, ugyanis Párizs az ő pályázatával teljesen lenyűgözte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökét és tagjait. Az elnök az járt is most Párizsban, és ott tartott egy sajtótájékoztatót arról, hogy mennyire egységesnek és jónak tartják a pályázatokat, a párizsi pályázatot milyen nagy támogatást élvez. És a pályázat egyik nagy előnye, hogy Párizsban a létesítmények 75%-a már készen áll, ezen kívül csak ideig ideigleneseket kéne felhúzni. Van-e még ezután komoly esélye Budapestnek ön szerint? Hát szerintem igen. Épp múlt hét pénteken volt egy úgynevezett olimpiai edzőtábor összejövetele a Budapest 2024-re pályázattal kapcsolatos valamennyi kollégának. Tehát el tudom mondani, ott meghallgattam Schmidt Pál előadását, aki egyébként pont ezt elemezte, és ez még a Bach látogatás előtt volt, és őt tudom idézni, hogy most valóban nem egészen egy évvel a döntés előtt Párizsnak nagyon komoly esélye van, de hogyha visszaemlékszünk akár a 96-os helyszín döntésről, akár a későbbiekre, majd mindjárt mondom még tovább a példát, tehát el nem tudta képzelni senki, hogy 96-ban a 100 éves centenáriumát ünneplő Atén nyerje majd el a rendezési jogot, de végül Atlanta kapta. Ugyanígy Párizs 2012-re nem csak hogy egy évvel, de egy héttel a döntés előtt toronymagas esélyesnek tűnt Londonnal szemben, majd a döntés helyszínén történtek olyan váratlan események, amik az egészet megfordították, és London az utolsó pillanatban befutott Párizs elé. Vannak olyan hangok, hogyha ma lenne a döntés, akkor Párizs nagyon esélyes, mert nagyon sokan állnak Párizs mögött. Azért Thomas Bachnak a reakciójára, vagy a párizsi látogatás után tett nyilatkozatára annyit érdemes elmondani, hogy meggyőződésem, hogyha majd ellátogat Los Angelesbe, és utána ellátogat Budapestre, vagy ha előbb lesz Budapest, akkor Budapest-Los Angeles, akkor nagyjából ugyanazt fogja mondani. Hasonlóan hiszen pozitív ő is sportdiplomata, tehát ne ebből induljunk ki, de arról kár lenne hallgatni, hogy a jelenlegi állapotban Párizs a másik, most már csak 2 vetélytárs előtt jár, de van még 11 hónapunk, és ez a 11 hónap bőven elég lehet arra, hogy Budapest, mint annak idején Czerny Attila a súranópályán odaérjen a végső döntésnél. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.